Nyissuk meg Bibliánkat a 139. Zsoltárnál. Az a Zsoltár, aminek a versei most vissza köszöntek ebből az énekből. Ez az a Zsoltár, amit most az alapigénk lesz. Szeretném, hogy a felállnánk, és így hallgatnánk Isten igéjét. A 139. Zsoltárt fogjuk olvasni az első versétől egészen a Zsoltárnak a végéig. A karmesternek, Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál. Kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid. Lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, mikor titkon formálódtam. Mintha a föld mélyén képződtem volna, alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, melyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mily drágák nekem szándékaid, Istenem, mily hatalmas azoknak a száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik csalárdul beszélnek rólad, ellenségeid, hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem gyűlölőidet, Uram, ne utáljam támadóidat. Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeim mély lettek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton. Vezess az örökké valóság útján. Imádkozzunk. Drága Isten, hálát adunk neked a te igédért, és köszönjük ennek minden szavát. Köszönjük, hogy Dávidnak ez az imádsága, ez leíratott is. Uram, szeretnénk ezt most megérteni. Szeretnénk ezt a felfoghatatlan tudáshoz kicsit közelebb kerülni. Szeretnénk megérteni, hogy milyen a te jelenléted, hogy mit jelent az, hogy te mindenütt jelen való vagy. Arra kérlek, Istenem, hogy a te drága lelkeddel, szellemeddel adj most nekünk világosságot, hiszen csak is a te világosságod által látunk. Uram, arra kérlek, hogy ez most ne betű legyen, mert az megöl, hanem a te lelked, aki megelevenít, legyen itt most közöttünk. És szeretnénk, Uram, megnyitni a szívünket, ami rajtunk áll. Szeretnénk, Uram, lecsendesíteni gondolatainkat. És szeretnénk rád figyelni. Szeretnénk felfele tekinteni, és meghallgatni, hogy mit akarsz ma nekünk személyesen üzenni. Jézus nevében, amen. Foglaljunk helyet. Most már igazán egy jó ideje ezzel a témával foglalkozunk vasárnap, hogy milyen az Isten valójában. És arra keresünk a választ, hogy milyen az Isten, nem arra, hogy milyennek képzeljük el, hogy kinek éppen milyen Isten képe, vagy Isten elképzelései, különböző szubjektív véleményei vannak, hanem azt keressük, hogy az Isten mit mondott magáról, hogy milyen ő. És hogy megnéztük, próbáltuk ezeket sorra venni, a technika egy kicsit most meg, na most már jó lesz, megjátszik minket. Mi is volt az első? Isten. Isten szent. Egy szent és egy dicső Isten.
Aztán megnéztük, hogy Isten irgalmas. Utána tovább mentünk, és megnéztük, hogy mit jelent az, hogy az Isten megtartja az ő ígéreteit. Hogy ő minden egyes ígéretet, amit valaha tett, arra kritikusan és nagyon-nagyon tüzetesen ügyel, hogy azokat betartsa. Hogy megnéztük, hogy Isten örökkévaló. Mit jelent az, hogy ő egy örökkévaló Isten, nincs kezdete, nincsen vége, és az ő ország egy örökkévaló ország. Ezután, én akkor nem voltam itthon, de mi volt a következő? Isten mindenható. Arról most nincsen képem, de ő egy mindenható Isten. Nincsen számára lehetetlen, mert ő a mindenható. Mindenre van hatalma. És megnéztük, hogy Isten egy féltőn szerető Isten, amiben benne van a féltés, az óvás, benne van a kizárólagos szeretet. És a mai alkalommal szeretném, hogy arra tudnánk összpontosítani, és arra tudnánk figyelni, hogy mit jelent az, amit Isten olyan sokszor elmond az ő igéjében, hogy ő egy mindenütt jelenlevő Isten. Nincsen kezdete, nincsen vége, és nincsen behatárolva semmilyen téren, sem időben, mivel örökkévaló, de térben sincsen behatárolva. Egy nagyon érdekes cím az, ami a szívemre került. Azt a címet írtam magamnak, hogy aki bújt, aki nem. És majd megnézzük, hogy miért ez a mai délelőttnek a címe. Nem tudom, hogy valaki tette már fel azt a kérdést, hogy hol vagy Istenem most? Volt az életünknek olyan szakasza, amikor úgy éreztük, hogy nem érezzük Istent. Amikor feltettük azt a kérdést, hogy Istenem, hol vagy most? Hogy feltenni a kérdést, hogy Istenem, hol vagy ebben a nehéz helyzetben? Hol vagy most ebben a szenvedésben? Hol vagy most, amikor az életem darabjaira hullik? Hol vagy most, Isten? Vagy esetleg valaki azt mondja, és úgy érzi, hogy én most Isten háta mögött vagyok. Egyszerűen kiestem belőle. Nem érzem a jelenlétét, nem figyel rám, nem vagyok vele kapcsolatban, nem érzem azt, hogy itt lenne, és olyan üres minden. Hol van Isten? Szeretném, hogy ezt tudnánk megnézni, és azért olvastuk Dávidnak ezt a Zsoltárát, mert egy nagyon jó alapot ad annak, amikor Dávid arról elmélkedik, hogy hol van Isten. És olyan szépen elmondja azt, hogy bárhova próbálnék elmenekülni, elfutni. Nem számít, hogy az magas lenne, akár a menny, vagy akár a pokol mélysége. Nem számít, hogy világosságba vagy sötétségbe mennék, nem számít, hogy gyorsan, lassan elbújnék. Azt mondja, hogy minden oldalról körülfogtál engem. És azt mondja Dávid, hogy ez a tudás, ez felfoghatatlan számomra. Szeretném, hogy legalább eddig ma eljutnánk, hogy találkozunk a felfoghatatlannal, hogy nem egy természetes, semleges érzés van bennünk, hanem egyszerűen ráeszmélünk arra, hogy mit jelent az, hogy Isten mindenütt jelen való. Erre különböző szavak vannak, nem tudom ki az a, nem tudom minek hívjam, áldott, vagy szerencsés, aki tanult latinul, vagy esetleg kötelező volt neki, neki lehet, hogy ismerősek ezek a kifejezések, hogy omnipresent. Omnipresent, vagyis mindenütt jelen való. Sok ilyen kifejezés származik akár az angolból is, az omnipotent, mindenre képes, mindenható. És az a szó, amit a teológia használ itt Istenre, az omnipresent, ez azt jelenti, hogy Isten mindenütt jelen van. És akkor azt mondhatnánk, hogy hát akkor sok minden megkérdőjeleződik bennem. Minek jöjjek el gyülekezetbe, ha Isten ott van mindenhol? Minek találkozzak vele reggel? Minek keresem az ő arcát, ha ő mindenhol ott van? Minek kell nekem erőlködnöm, hogyha ő mindenütt jelen való, akkor sehol sincs nem jelen való, tehát akkor bárhol vagyok, bármit csinálok, ő ott van. Hát akkor mindegy, hogy mit csinálok az életemmel. De nem ebben az irányba szeretném, hogy elmennénk, hanem megnézni azt, hogy Isten mit mond magáról az igén belül, az ő jelenlétéről. Egy példát hadd hozzak arra, hogy talán egy kicsit jobban megértjük, hogy mit jelent az, hogy Isten mindenhol tökéletesen jelen van. Képzeljünk el egy olyan kört, aminek épp a középpontjában vagyunk, de nincsen perifériája, nincsen vége. És bárhova megyek, mindenhol a körnek a középpontjában leszek. Mert Isten most tökéletesen itt van az ő jelenlétével, de ugyanúgy itt van az énekkar mögötti teremben, sőt a Kovács utcán. Nincs olyan hely, ahol Isten jelenléte ne lenne. Mert benne élünk, benne mozgunk, ő betölti ezt az egész világot, kezdve az utolsó kőzetig, ő mindenhol ott van. De hogy ezt elkezdjük vizsgálni, és az Ószövetséget kezdjük megnézni, akkor azt látjuk, hogy
Istennek volt viszont egy olyan jelenléte, ami nem csak egy átlagos jelenlét, hogy Isten mindenhol ott van, mivel ő az Isten, hanem egy olyan jelenlét, amikor Istennek a jelenléte megnyilvánult valahol. Tudunk erre példát? Amikor azt olvassuk mondjuk, hogy betöltötte az ő dicsőség, az ő jelenléte a templomot, és a léviták már nem tudták tovább végezni a szolgálatot. Vagy amikor Isten jelenléte leszállt valakire. Vagy akár amikor Dávid, mikor ezt az imádságot mondta az Istennek, én úgy hiszem, hogy Isten jelenléte olyan erővel betöltötte, hogy nem csak így elmélkedni akart valamiről és leírni ezeket a gondolatokat, hanem ez volt benne. Istennek egy olyan jelenléte vette körül, hogy egyszerűen lenyűgözte, és azt mondta, hogy magasztallak, Uram, hova mehetnék előled, hiszen mindenhol ott vagy. Anyám méhétől, még a csontjaim se voltak meg, még egy napom se volt meg. De te már akkor is ott voltál. És micsoda Isten ismerete volt Dávidnak már az Ószövetségben. Nagyon sokat tanulhatunk tőle. Tehát azt látjuk, hogy Isten mindenütt jelen való Isten, nem tud nem ott lenni valahol, hiszen mindenhol ott van. Viszont érezzük, hogy egészen más az ő jelenléte, mondjuk lent a mélységben, a kárhozatban, mint mondjuk a szeráfoknak a dicsőségében. Vagy egészen más Istennek a megtapasztalható jelenléte egy bűnbarlang mélyén, ahol mindenféle istentelenségek történnek, vagy egy olyan szentélyben, amikor reggel az Isten előtt ott vagy, a térdeiden, és érzed azt, hogy Isten az ő kegyelmét, jelenlétét rád árasztja. Érzed, hogy egészen más, hogy érzed, és más, hogy tapasztalod Istennek a jelenlétét, dicsőségét. És holott Isten mindenhol jelen van, mégse tartjuk azt, amit a panteizmus tanít, hogy mindenhol Isten jelen van, ezért minden Isten. Hadd hozzak erre egy példát, hogyha helytelenül értelmezzük, azt mondjuk, hogy Isten a szeretet. Viszont visszafele ez már nem működik. A szeretet nem Isten. Nem mondhatjuk azt, hogy a szeretet az Isten is, és istenítjük a szeretetet. Nem. Istennek az egyik jelleme a szeretet. És hogy Isten mindenütt jelen van, nem mondhatjuk azt, hogy minden dolog Isten. És akkor találd meg magadban az Istent, és elég mélyre kutass, mert ott van benned valahol az Isten, és te vagy az Isten. Ezek ma nagyon divatos gondolatok, akár a New Age szientológiánál sokat találunk ilyet, hogy benned rejtőzik az Isten, csak gerjeszt fel magadba az istenséget. De a Biblia nem erről beszél. Holott Isten mindenütt jelen való, mégis azt mondja János az evangéliumában, hogy azok, akik befogadták azokat, felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Azt mondja János, hogy akik befogadták, ez azt jelenti, hogy vannak, akik nem fogadták be, sőt, azt is jelenti, hogy be is kell fogadni, hogy nem volt ott mindig egy bizonyos jelenlétben, egy bizonyos értelemben. De viszont akik befogadták, azokat ő felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. És nem azt mondja, hogy felismerjék, hogy mindig is Isten gyermekei voltak, nem. Azzá legyenek. Minden ember Isten teremtménye, de Isten gyermekévé úgy leszek, úgy áll helyre a kapcsolatom, hogy a befogadom őt. És egészen más, hogy van jelen Isten egy olyan emberben, aki befogadta őt, mint egy olyanban, aki elutasítja őt. Jézus azt mondta a Szent Lélekről, hogy mikor eljön, ez a világ nem ismeri fel, viszont ti ismerni fogjátok, és bennetek vesz lakozást. Na itt Istennek már egy egészen különleges jelenlétéről beszélünk. De hogy ezt kicsit jobban megértsük, először az Ószövetségnek az Isten képét és az Istennek a jelenlétét kell megértsük. Az Ószövetségben, amit ott látunk, nagyon fontos volt. Az épület. És pont most, akik Dávid életét tanulmányozunk csütörtökön, pont ez az ige volt előttünk, mikor Dávid azt mondja Nátánnak, hogy hát én már nagy palotába lakozok, és az Istennek a ládája pedig ott van ugye a sátor között. És Dávid megosztja az ő vágyát arra, hogy Istennek templomot építsen, Nátán pedig azt mondja erre, tedd azt, veled lesz a te Istened is, milyen jó ez a gondolat. Aztán majd este beszél az Úr Nátánnal, hogy menj vissza és mondd meg Dávidnak, hogy ez nem így lesz, majd ugye Salamon lesz az, aki ezt megteszi. De Dávidon ott volt a vágy, ami nem egy rossz vágy volt, mert Isten utána majd ezt a templomot megépítette Salamonon keresztül. És ott volt ez a templom, az imádatnak a középpontja. És mennyire fontos volt a zsidó embereknek, hogy nézzük a zsoltárokat, hogy menjünk fel az Úrnak házába, és menjünk fel Jeruzsálembe, a találkozás helyére, és legyünk ott.
És nagyon fontos volt ez a népnek, mert az a hely, tudták, hogy az egy szent hely. Mert Istennek a jelenléte egy egészen magas és egy egész más értelme van ott, mint bárhol máshol ezen a földön is. Jeruzsálem így a világ középpontja volt nekik. És a jeruzsálemi templom volt az Isten imádatnak egy középpontja. De egészen érdekes, hogy a Jézusnak a beszélgetését megnézzük a samáriai asszonnyal. Itt mond neki Jézus, eljön majd az a nap, amikor nem Jeruzsálemben, nem a hegyen, és nem máshol imádják Istent, hanem Isten igazi imádókat keres, akik lélekben és igazságban imádják őt. És Jézus itt már az új szövetségről beszélt. Egy olyan szövetségről beszélt, ami nem négy fal közé van zárva. És nem arról szól a mi életünk, hogy bárcsak egyszer eljuthatnék egy központi helyre, akár ez Jeruzsálem, akár bármit kinevezhetnénk, Rómát, Budapestet, nem számít, ha azt mondanánk, hogy bárcsak én oda egyszer eljuthatnék, hogy találkozzak az Istennel. Az új szövetségben ez egészen máshogy történt. Isten az ő drága szellemét, lelkét belénk adta. És azt mondta, hogy eljegyzett minket pecsétjével, a megígért szent lélekkel. Üdvösségünk, reménységünk zálogával. Felfogtuk ezt, ennek a gondolatát? Hogy nem kell drága vonatjegyeket, repülőjegyeket váltanunk azért, hogy egyszer életembe elzarándokolhassak az Isten jelenlétébe. Mennyire felfoghatatlan ez mondjuk egy muszlimnak, aki tudja, hogyha egyszer életemben eljuthatnék Mekkába, és láthatnám a Kába követ, és a közelébe lehetnék, micsoda megtapasztalásom lehetne. Nemrég láttam egy bizonyságtételt, egy muszlim férfi mesélte el, aki most már nem muszlim, hogy nagyon-nagyon régóta vágyott arra, hogy eljuthasson a Kába kőhöz, és amikor ott az a több millió ember összegyűlt, és ott volt, és megadatott neki, hogy a legbelső körbe bejuthatott, és olyan közel került, hogy már meg is tudta volna érinteni a Kába követ, akkor belül benne egy hang megszólalt, ami azt mondta, hogy te nem ide tartozol, én Jézus vagyok, és keres engem. És ez a férfi nem tudta hova tenni. Itt vagyok, az iszlám világ kellős közepén. És mit keres bennem itt belül Jézusnak a hangja? Szóval ez a férfi hazament, és rövidesen, egy kalandos úton, de megismerte Jézus személyesen, és most egy keresztény ember. A Kába kő mellett, az iszlám világ központjánál ez a férfi Jézussal találkozhatott. És nem egy helyszín, nem egy oltár, nem egy fal, nem egy díszlet az Istennek a jelenléte ma az új szövetségben, hanem itt van bennünk, az ő drága szent lelkén keresztül vett lakozást. És megvan a helye az épületnek, megvan a helye az összegyülekezésnek, a gyülekezetnek, és nagyon fontos találkozni, építeni egymást, de az Istennel való kapcsolatom az nem vasárnapra korlátozódik. Azt mondta Tózer, hogyha csak vasárnap imádod az Isten, de hétfőn és kedden nem, akkor vasárnap se fogod tudni imádni az Istent. Ha nem minden napod Isten tisztelet és Isten imádat, akkor egyik napod se lesz az. És ez egy kiváltság, hogy minden egyes nap az Istenhez jöhetek. És nem csupán azért, mert ő mindenhol ott van ezen a világon belül, hanem azért, mert a szent lelkével keresztül egy olyan jelenlétet, egy olyan lakozást adott neked, ami semmihez nem fogható. Hadd hozzak erre egy néhány példát, hogy egy kicsit jobban megértsük, hogy mit jelent ez. Ott volt Isten Salamon templománál a 2 Krónikák 7:2-ben, mikor betöltötte, ott van a Jelenések 4:2-ben, a trónnál, az ő jelenlétében. Nagyon sokat beszélhetnénk erről, de van egy nagyon érdekes jelenléte az Istennek, ami sokkal több ennél. Nemrég egyik délután fiammal a játszótéren voltunk, egy budapesti játszótéren is, és nagyon megörültem, amikor láttam, hogy nagyon sok édesapa kihozta a fiát, és úgy örültem, hogy de jó, hogy látok édesapákat, nem mindenhol csak édesanyák vannak rajtam kívül. Viszont nagyon érdekes volt azt látni, hogy 5 édesapa volt abban a pillanatban azon a játszótéren, az 5 édesapából 5 telefonált. És nagyon érdekes volt látni, ahogy a kisfiam, a körülbelül egy idős fiú ült ott mellettünk a hintába, az édesapja belerakta és meglökte, és a kisfiú hátra nézett, apa, látod, milyen magas, amelyek? Persze, fiam, látom. Szóval azért, hogy is van az a projekt? Hú, hát az a határidő. Apa, látod? Persze, fiam.
És utána, apa, belöksz jobban, tudod már magadat lökni, és akkor hétfő, biztos, hogy hétfő. Döbbenetes volt látni azt, hogy ott volt ez az édesapa. A teste javarésze ott lehetett, de hogy ő agyban, lélekben, érzelemben biztos, hogy nem volt azon a játszótéren, hanem még a munkahelyén ült, az biztos. És érdekes volt látni azt a másik fiút, aki meg úgy, miután észrevett, hogy az édesapja nem nagyon figyel rá, figyelte a fiamat, és figyelt minket, és elkezdett velünk beszélgetni. Hát én nem tudtam, hogy kicsoda ez a gyerek, de láttam azt, hogy igénylés kívánja azt a jelenlétet, ami közösség. Ami nem csak az, hogy itt ülök melletted is, letudtam ma a gyerek időt, és végre mehetek a dolgomra, hanem itt vagyok veled. És az Istennek a jelenléte az nem olyan, mint egy telefonáló szülő, aki azt mondja, hogy hát tudod, hogy itt vagyok, mert mindenható, mindenütt jelen való vagyok, látom, hogy mi történik az életedben, de most fontosabb dolgaim vannak éppen, majd visszatérünk rá, most határidős dolgaim vannak. Isten nem ilyen. Sokan így képzelik el Istent, ez a deista elképzelés, hogy Isten megteremtette a világot, megalkotta, létrehozta benne a fenntartó szabályokat, aztán hátradőlt, és azóta el is felejtett minket. És úgy talán néha-néha belenéz, hogy mi zajlik itt éppen, de elfeledkezett a világunkról, elaludt, meghalt, ki hogy éppen gondolja. A Biblia nem egy ilyen Istenről beszél. Amikor arról beszél, hogy Isten jelen van az életünkben, akkor ez nem egy passzív jelenlét, hogy hát ott vagyok, mert mindenhol ott vagyok, hanem Isten része akar lenni az életednek. Azt a címet vetítettem ki, hogy aki bújt, aki nem. Hát azt láthatjuk, hogy Isten nem. Isten nem akar elbújni. Beszél arról az ige, hogy az Isten egy rejtőzködő Isten, de mégis olyan, aki kinyilatkoztatja magát azoknak, akik keresik őt. Akik úgy keresik, mint az ezüstöt és az aranyat, azok megtalálják, mondja a példabeszédek. Tehát Isten egy olyan Isten, aki meg akarja magát mutatni, aki az életednek a szerves része akar lenni. Ki akkor az, aki viszont bújt? Hát ezek lennénk mi. Mi történt az Éden kertbe, amikor az emberiség elbukott? Mi volt az első dolog, amit tett? Elbújt, elrejtőzött, szégyelte magát. És az a jelenlét, ami addig valami természetes, de mégis csodálatos volt, hogy Ádám az Istennel sétált és beszélgetett, és ott volt vele az Édenbe. A bűn miatt egy olyan félelem, és egy olyan rettegés alakult ki benne, hogy az ember természetes reakciója az volt, hogy elbújt az Isten elől. És az Isten nem azt kérdezte, hogy mit tettél először, hanem mi volt az a kérdés, ami azóta is visszhangzik az univerzumban. Hol vagy? Hol vagy? Isten nyilván tudta, hogy hol van Ádám. Feltette a kérdést, hogy hol vagy? És az az érdekes, hogy ebből az emberi reakciónkból mai napig nem gyógyultunk ki. Hogyha valami nincsen rendben, akkor ahelyett, hogy az Istenhez rohannánk, aki nem akar elbújni, és azt mondanánk, hogy drága édesatyám, nagyon nagy butaságot tettem, de jövök hozzátok a kegyelmethez, azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy járuljatok azért bizalommal a kegyelem királyi trónusához, székéhez, hogy irgalmat találjatok. És ahelyett, hogy ezt tennénk, elkezdünk bujócskázni. És elbújunk az Isten elől. Elbújunk a gondolataink mögé, elbújunk az érzéseink mögé, és elrejtünk nagyon sok mindent. És az ördögnek ez nagyon jó. Sőt, még lehet azt is megengedni, hogy eljöhetsz a gyülekezetbe, de ne gyere ki azok mögül, amik mögé elbújtál. Ne mutasd meg Istennek a valódi énedet, ne fedd fel. Nagyon jó színészek vagyunk, milyen nagyon sokszor. Aki bújt, aki nem. Hát mi bújtunk sokat. És szeretném, hogy ma megértenénk azt, hogy Istennek a jelenléte, az ő szentsége, az pont nem arra kell, hogy minket készessen, hogy elmeneküljünk előle. Hanem pont arra kell, hogy készesse minket, hogy meneküljünk bele az Istenbe. Halandó, esendő emberek vagyunk, te is, és én is. Senki sincs, aki azt mondaná, hogy én tökéletes vagyok. Ez a hetem hibátlan volt. Nincs köztünk ilyen. Sőt, odáig megy János, azt mondja a levelében, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, akkor önmagunkat csaptuk csupán be, és nincs meg bennünk az igazság. Látjuk, tapasztaljuk és érezzük,
hogy van bűnünk. És mit teszünk akkor, amikor ezt észrevettük? Elbújunk, elrejtőzünk, és hátrébb lépünk az Isten jelenlétéből? Vagy pedig megértem azt, hogy a mindenütt jelen való Isten szeretne engem megújítani. Szeretne engem a kegyelmével és a drága vérrel, ami a Golgotán folyt, újra megmosni. Tudom most már gyakorló szülőként, hogy amikor a gyerekszobában csönd van, az egy rémisztő dolog. Akkor valami történik. Akkor valami nagyon rossz történik, vagy történt. És tudom ilyenkor, hogy akkor oda kell menjek, és kideríteni, hogy na mi történt. Mi tört el, mi tűnt el, mi került fel a falunkra, mi az, ami miatt ez a rejtőzködés kezdődött. Bennünk van az, hogy nem akarjuk, hogy kiderüljön. Nem akarjuk, hogy napfényre kerüljön. Nem akarjuk, hogy mások lássák. És nem akarjuk, hogy Isten lássa. De hadd mondjak valamit, ahogy ezt a mondatot beszoktuk fejezni. Aki bújt, aki nem, jövök. Ez az a mondat, ami nagyon sokszor elhangzik az igében, hogy Jézus jön. És van valami, ami közéd és közé állhat, ez pedig a bűn. A bűnnek a természete az, hogy elszeparál az Istentől. Hogy olyan téglafalat emel közéd és az Isten közé, ami mögé nagyon kényelmesen el lehet bújni. Ez az, ami tönkre teszi az Istennel a kapcsolatodat. És mikor azon gondolkodunk, hogy vajon ez a bűn belefér-e az életembe, akkor nem értjük, hogy mi a bűn. A bűn nem valami olyan dolog, hogy el kell döntsük, hogy ez most benne van a bűnlistába, vagy nincsen benne, ez még talán éppen beleférne. Hanem gondoljunk úgy rá, hogy amikor bűnben vagyunk, akkor fogjuk különböző eszközöket, lapátot, és betonozunk, és építjük a falat, és építünk valamit közénk és az Isten közé. És nem számít annak a mértéke, emberileg nézve, hogy ez milyen bűn, minden bűnbe benne van az, hogy közéd és az Isten közé akar állni. De az örömhír az, hogy Jézus lebontotta a bűnnek a falát. Elintézte. Halál, hol a te fullánkod? Jézus elvette a méregfogát, a bűnt. És akkor miért építkezünk újra és újra? Arra bátorítlak, hogy amikor arra jövünk rá és eszmélünk rá, hogy Isten egy mindenütt jelen való Isten, akkor értjük azt meg, hogy semmit nem tudok előle elrejteni. Akkor minek tenném? És ahelyett, hogy hátrébb lépnék, hogy amiatt, mert nem érzem magam méltónak, elmennék az Isten jelenlétéből, pont azt tegyem, amire szükségem van, hogy oda menjek a kereszthez, és felkiáltok, hogy Dávid fia, Jézus Krisztus, könyörülj rajtam. És azt fogom észrevenni, hogy helyre áll az a kapcsolat. A fal kidől, és újra egységbe lehetek az Istennel. És Jézus azt mondta, hogy jövök. Olyan sokszor olvasjuk az igében, hogy ő vissza fog jönni. Jelenések könyve végét olvasva különösen elénk jön ez. Jövel, Uram Jézus, hamar. Aki bújt, aki nem, jövök. Amikor otthon bujócskázunk, akkor ez az a mondat, ami mindig elhangzik, hogy aki bújt, aki nem, jövök. És tudjuk, hogy valami elindul, mert hallom a lépteket. Hallom, hogy a fiam közeledik, és hallom, hogy jön. De talán abban más a mi példánk most. Most nem az a célunk, hogy minél jobban elbújjunk, mert jön Jézus, hanem pont az a cél, hogy minél inkább előjöjjek, mert ő jön. És hadd kérdezzelek meg, hogy hogy vagy az Úrral? Hogy vagy a bujkálással? Ha ő most jönne, és már ezt a következő mondatomat nem tudnám befejezni, akkor mi lenne veled? Akkor ellenél éppen bújva valahol, menekülve, egy hajón, ami éppen ellenkező irányba tart, vagy ott lennél az Isten előtt, és azt mondod, hogy Uram, jöjj Úr Jézus, itt vagyok, érdemtelenül, de a te kegyelmedben. A mindenütt jelenlevő Isten. Azt mondja Salamon, amikor felépül a templom, hogy vajon lakhat-e az Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnák be téged. Hát még ez a ház, melyet én építettem. Viszont azt mondja az Apcsel 17:28-ban az ige, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Benne vagyunk,
És hogy Salamon felismert, hogy még ennek a templomnak a dicsősége se tudná befogadni az Istent. Belegondolunk abba, hogy bennünk vett lakozást a Szent Lelkén keresztül. És szeretné, hogy az életünk teljes valója és teljes része az övé lenne. Arra bátorítlak, hogy különösen ma, amikor az úrvacsorára is emlékezünk, akkor most alázd meg magadat az Isten előtt, és hogy Dávid azt mondta itt az Úrnak, vizsgálj meg Istenem, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg, ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, vezess az örökké valóság útján. Mondd ezt ma az Istennek, hogy Uram, itt vagyok, kérlek, hogy vizsgálj meg. Kérlek, hogy próbálj meg, ismerd meg az én gondolataimat. Vezess az örökké valóság útján. Viszont van előtte valami érdekes, amire még szeretném, ha ki tudnánk térni. Amikor olvasjuk ezt a Zsoltárt az Új Szövetségből, akkor van egy rész, amit kicsit talán halkabban olvasunk. Pont ez a rész előtt, mikor Dávid arról beszél, hogy bár megölnéd Istenem a bűnöst, és hogy ne gyűlölném, viszont mi tudjuk jól, hogy az Új Szövetség szemüvegén nézve mi már nem a törvény alatt vagyunk. Hát akkor hogyan érthetjük ezt az igét? Amikor Jézus azt mondta, hogy szeressük és imádkozunk, áldjuk az ellenségeinket, akkor hogyan kérhetném ezt? Tartsunk mi is átokmondást, és kérjünk átkokat a nem szimpatikus emberekre, vagy a rossz főnökeinkre? Nem gondolom, hogy erről beszél az Isten igéje. Dávid azt mondja, hogy hogy ne gyűlöljem a te gyűlölőidet, Uram. Határtalan gyűlölettel gyűlölöm, mert nekem is ellenségeim lettek. Vannak ilyen mondások, hogy az én, akit én szeretek, hogyha van valaki, akit szeretek, annak az ellensége az én ellenségem is. Hogyan érthetnénk ezt az igét? Mi Istennek most az ellensége? Mi az, amit Isten gyűlöl? Hát nem a bűnt, nem azt, ami elválasztja a gyermekeit tőle. Nem ez gyűlöli az Isten. Nem ez, ami nem fér össze az ő szentségével. Hogyha szereted, valamíg szereted egy gyermekedet, akkor nyilván gyűlölöd azokat a dolgokat, amik a gyermeked életére törnének. Gyűlölöd azokat a helyzeteket, amik a gyermekedet veszélybe sodornák. Pontosan azért, mert szereted őt. És mondhatjuk ezt a Zsoltárt, hogy meg kell tanuljuk gyűlölni a bűnt az életünkbe. Határtalan gyűlölettel. Ahogy mondja Dávid, hogy határtalan gyűlölettel gyűlölöm. Mert az én ellenségem is lett. Azzal, hogy a te ellenséged lett az a valaki. A mi életünkben Istennek az ellensége, aki levetetett, a sátán és minden bukott angyala, és mindaz a bűn, mindaz a kísértés, amit ő használ, lett már a te ellenségeddé is. Ahhoz, hogy az Istent nagyon szeressük, ahhoz gyűlölnünk kell mindazt, amit tőle elválaszt. És erre bátorítlak, hogyha van valami az életedben, amit tőle elválaszt, akkor kérd az Istentől, hogy Uram, add a szívembe, hogy tudjalak téged jobban szeretni, és tudjam meggyűlölni ezt a dolgot az életembe. Lehet, hogy te is tapasztaltad már, mikor volt valami, amire újra és újra elbuktál, és újra visszajött az életedbe, és mindig az Isten elé hoztad, és megbántad, és próbáltad rendezni az Úrral. Az én életemben sokszor akkor jött áttörés, amikor már szívemből meg tudtam gyűlölni ezt a bűnt az életemben, és azt mondtam, hogy gyűlölöm, hogy megint elbuktam ebben a dologban. Istenem, utálni akarom az életemben ezt a dolgot. Azért, mert téged nagyon akarlak szeretni. És tudom, hogy ezzel fájdalmat okozok neked is, meg akarom gyűlölni a szívemben ezt. Tudsz így tekinteni a bűnökre. A sátán nem így fogja feltállalni, azt mondja Jakab, mindenki saját kívánságától vonzva, csalogatva esik kísértésbe. Nagyon pozitívan akarja elét hozni. De arra bátorítlak, hogy tud mondani őszintén Dáviddal, hogy Uram, én határtalan gyűlölettel gyűlölöm azt, ami a te ellenséged. És nem akarok ma az életemben talpalatnyi helyet csadni neki. Semmilyen téren. És ez nem valami perfekcionista, ilyen idegbeteg szentségeskedésről beszélek, hanem arról a szentségről, ami az Istennek a szeretete, amiben nem fér bele semmi szürke, egyik árnyalata sem, mert az Isten tökéletes. És tudom azt, hogy aki bújt, aki nem, ő jön. És készen akarok állni arra a napra, amikor megjelenek előtte. Nem akkor akarok rájönni, hogy mennyi mindent bújtattam én el az évek során. Mennyi rendezetlen kapcsolatot,
mennyi csalást, mennyi kétértelműséget, mennyi mindent el tudunk mi rejtegetni. Hanem Uram, itt van minden, amit elbújtattam, eléd hozom a te fényedbe, mert tudom, hogy te jössz. És én szeretnélek téged készen várni. Azt mondja Dávid, hogy Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Úgy örülnék, hogyha ma át tudnánk ezt érezni, Istennek a jelenlétét. Hogy az Isten ma itt van, és ő ismer. Nem kell magyarázkodnod, hogyha van egy nagyon-nagyon jó barátod, akivel már nagyon régen, évtizedek óta nagyon jó barátok vagytok. Talán lehet, hogy ez a házastársad éppen. És valamit elkezdesz neki mondani, és rád néz, és az első szavadból tudja, hogy itt valami másról van szó. Vagy még csak meg se szólaltál, csak valami történt, és azt mondja, látom rajtad, látom a szemeden, látom, ahogy veszed a levegőt, ismerlek már téged. Néhány évtized alapján. Akkor hogyan ismerhet téged egy Isten, aki teremtett téged, aki formált, aki megalkotta a légző szerveidet, aki megalkotta a szemedet, nem ismerné fel a szemtartásodat, az, hogy hogyan nézel, aki megalkotta a hangszálaidat, nem ismerné fel a hangszíneidet. Aki megalkotta a gondolataidat, ahogy tudsz gondolkodni az elmédet, a szívedet, nem ismerné fel téged. Arra bátorítlak, hogy gyere ma az ő fényességébe. És mondd azt, hogy Uram, itt vagyok. Te megvizsgálsz, és ismersz engem. Minden tudsz rólam. Te vagy az Isten. De mi még tovább mehetünk, mint Dávid, és mondhatjuk, hogy Uram, te itt vettél bennem lakozást. És szeretném, hogyha az a templom, az én testem, ami a te szent lelkednek a temploma, egy olyan hely lehetne, ahol örömmel lakozol, ahol jól érzed magad. Mert ahol minden neked van berendezve, ahol te otthonosan vagy, ahol semmi idegen nincs. Szeretném, ha tudnánk majd jönni így az Isten elé. És azt kérném, hogy most csendesedjünk el egy néhány percre, és jöjjünk az Isten elé. És hogy Dávid azt kérte az Úrtól, hogy Uram, most kérlek, hogy nézd meg az én szívemet. Ez egy nagyon bátor dolog ezt kérni az Istentől, hogy vizsgálj meg Istenem. Mert azt mondja Pál, hogy ha mi magunkat vizsgáljuk meg, akkor nyilván nem esünk ítélet alá. Tudunk nagyon elnézőek lenni magunkkal szembe. De azt mondja Dávid, hogy Uram, te vizsgálj meg most engem. És mutasd meg, hogy mi van az életemben. Nem azért, hogy ítélj, hogy elkárhoztass. Azt mondja Pál a Róma 8-ban, hogy ki ítélne el minket. Ha meghalt és feltámadt Jézus, ki ítélne kározatra? Isten, aki megigazít? Ő nem azért mutat meg valamit, mert azt akarja mondani, hogy én megmondtam, vagy el akar kárhoztatni téged, vagy ítélni akar, hanem azért, hogy felemeljen és megtisztítson. És hogy egy olyan mennyasszonyként állítson mag elé, ami tiszta és szent, mindenféle fogyatkozás nélkül. Hajtsuk meg fejünket, és egy néhány percben csendesedjünk el. És utána azt kérném, hogy egy néhány perc múlva, hogyha van valakinek a szívén most egy olyan imádság, ami úgy érzi, hogy feltör belőle, akkor ezt hangosan mondja el az Úrnak a gyülekezet nevében, és ezzel fogjuk befejezni.